A Bábes-Bolyai Tudomány Egyetem kihelyezett pszichológiai és neveléstudományi karának végzősei kezdték meg a ballagási ünnepségek sorozatát. Ma 54 nappali és 23 távoktatásos tagozaton tanuló diák búcsúzott iskolájától. A tallárba öltözött diákok szokás szerint gyalogosan tették meg az ünnepségnek helyet adó sportcsarnok és az iskola közötti távot, ahol már hozzátartozók, ismerősök, barátok népes tábora fogadta őket, és kezdetét vette az ünnepélyes búcsúztatás. Az esemény nyitó momentumaként a magyar himnuszt is elénekelték, majd dr. Antal Sándor, a kihelyezett egyetem vezetője szólt a végzős diákokhoz és tanáraikhoz. Azokhoz az útra készülőkhez szólok, akik holnaptól felnőttként, társként, kollégaként figyelnek már másokat. És abban a holnapi másra figyelésben már nem csak az lesz benne, hogy tudja az erőtlen járunk, mit hogyan tettek, vagy én lényét jöhettem, hanem egyre inkább az, hogy én hogyan és mit teszek, amiből most már másképp jöttem. A ballagási ünnepségen Bunta Levente polgármester beszédében arra emlékeztette a végzősöket, hogy bár lezárult életüknek egy igen fontos része, ne feledjék, a tanulás élethosszig tartó folyamat. Útravaló gondolatokkal nem csak a végzősök tanárai, hanem másodéves társaik és a felcseperedő óvodások, kisiskolások is ellátták a végzősöket, szavalatokkal és énekkel köszöntötték őket. A kicsengetési ünnepségek sora a hétvégén folytatódik a városban. Május 24-én szombaton a Backamadarasi Kisgergely Református Kollégium és a Pallo Imre Zene és Képzőművészeti Szakközépiskola végzősei búcsúznak. A Benedek Elek Pedagógiai Liceum, az Eötvös József Szakközépiskola, valamint a Marin Préda Elméleti Liceum idei ballagási ünnepsége egybeesik. Mindhárom tanintézetben május 28-án szerdán délelőtt 10-kor tartják a búcsúztatót. A negyedik ballagási nap május 30-án pénteken lesz, ekkor a Tamás Járon gimnázium, a Kóskároly szakközépiskola és a Bányai János szakközépiskola végzőseit engedik útjukra. Idén Székelyudvarhely 8 középiskolájából közel 700 diáknak szól utoljára az iskola csengő.